Vereséget szenvedett a hétközi ligakupa meccsen az Eto és a Honvéd is, de a szerdai kezdőkből a hazaiaktól csak hárman, míg a zöldférektől senki sem került be a Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén a csapatba. A mérkőzés ráadásul nem is a center pályán, hanem a Bozsik stadion műfűvén rendezték, így a várakozásokhoz képest kevesebben mintegy 500-an figyelték, amint a lime-zöldben játszó Eto egymás után alakítja ki a helyzeteit. Előbb Kamber, majd Varga lőtt, de mindkettő elkerülte a kaput. Fél óra után lett munkája Stevanovicsnak is, előbb egy szép ollózás követően alakult ki helyzet az Eto kapuja előtt. Majd egy perccel később egy szöglet után a frisse igazolt Lanzafém szerezhette volna meg a vezetést a Honvédnak, de elhibázta az ígyszert. A félidő végén az edzőmeccsigen két szabadrúgásgólt is szerző Kronavetternek volt még egy biztató kísérlete, de a megpattanó lövést a kapus végül szögletre tolta. A fordulás után azonnal előnyhez juthatott volna az Eto, egy szép kombináció végén az őszi házi gólkirály Varga Roland lépett ki, de nem tudta Kemenes hálójába lőni a labdát. A 78. percben aztán kitűnő lehetőséghez jutottak a vendégek. Egy lendületes baloldali támadás végén a középre adott labdára Strescsik érkezett, de a cseh játékos Vécsei elsodorta. A győri drukkerek örömére nem csak 11-es ítélt a játékvezető, hanem ki is állította a hazaiak játékosát, így amikor Tarmo Kink a 11-es pontra tette a labdát, tudta, a létszám fölét azonnal gólra lehet váltani. Kemenes érezte az irányt, az erős lövés a hálóba kötött ki. Ekkor úgy tűnt, a zöldfejrekhez visszaérkező észcsatár talán el is döntötte a mérkőzést. A Honvéd azonban nem adta fel. Ha akcióból nem is, a rögzített szituációból megpróbált veszélyt teremteni. A védők is felléptek a támadásokhoz, hogy ne látszon az ember hátrány. A 87. percben mégis az Eto szerezhetett volna egy újabb gólt, de hiába hibázott a kispesti védő, Andrics már túljutott a labdán, így nem került zicserbe. A rendes játékidő utolsó percében aztán a Honvéd előtt adódott egyenlítési lehetőség. Már-már úgy tűnt, hogy felszabadul az Eto kapuja, amikor Kambernak ezt a megmozdulását szabálytalannak ítélte a játékvezető. A kispestiek pedig 11-eshez jutottak. Lanzafém állt a labda mögé, de Stevanovics nem csak az irányt érezte, az ütemet is, és hárította a büntetőt. Maradt így az 1-0 az Eto javára. A hosszabbításban volt még egy újabb lehetőség, de a gyors Eto kontrát végül megállították a védők, így az eredmény már nem változott. Előnybe került a Győri Eto FC, így a jövő szerdai visszavágott a zöldférek várják kedvezőbb helyzetből. Az a találkozó február 27-én este 6 órakor kezdődik majd az Eto Parkban.